A műsor támogatta a Berger Transport Kft., a Borháló Mosonmagyaróvár, Húshegyi Anita Ötvösmester, a Lajta Duna Építő és Vízszigetelő Kft., valamint a Flex Fény Hegesztés Technikai és Szerszámkereskedőház Kft. A műsor főtámogatója a Greiner Biovan Hungary Kft. A hat mérkőzés óta veretlen, a legutóbbi két bajnokiát egyaránt 6-0-ra megnyerő Krédóbusz Mosonmagyaróvár a zsinórban 8 győzelmet arató Sopront fogadta a megyei rangadón. Jól kezdte a mérkőzést a feketemezes hazai csapat, amely elsőként Horváth Kevin kapufára hulló beadásával veszélyeztetett. A 11. percben aztán a vezetés is összejött. Egy labdaszerzés után 3-3-ban törhetett kapura a Mosonmagyaróvár. Végül Nagy Kevinhez került a labda, aki 16 méterről okosan lőtt a hálóba. A 21. percben harangozó lövését könnyedén fogta Heinrich. Nem sokkal később Horváth Kevin beadása után Nagy Kevin használta ki a soproni védők bizonytalanságát és lecsapott a labdára, majd 15 méterről nem sokkal lőtt a bal alsó sarok mellé. A 34. percben egy jobboldali vendégbeadást Krizsonics lőtt mellé. A 39. percben megint Krizsonics került helyzetbe, a támadó 14 méteres próbálkozását Heinrich bravúrral védte. Nem jött össze az egyenlítés a Sopronnak, sőt néhány másodperc múlva már 2 volt az MTE előnye. Durszó és Jasárevics együttes erővel szerzett labdát, majd a Laki Nagy Kevin Illés trió került főszerepbe, akik egy mintaszerű kontrát vezettek, aminek a végén Illés pazarul pörgetett a kapuba. A fél időben nem csak a két gólos vezetést ünnepelhette a mosonmagyaróvári közönség, hanem azt a 7 kiváló labdarúgót is, akiket az első mosonmagyaróvári tornaegylet 1904 örökös tagjai közé választottak. Mostantól Virág János, Kócán Gábor, Ipacs László, Juhász Miklós, Koltai László, Szabó János és Csiszér László neve is ott szerepel az emléktáblán. A második fél időben is jó iramú játékot és újabb mosonmagyaróvári gólokat láthattak a nézők. Az 50. percben Durszó indította nagyszerűen Illést, aki remekül vette észre az érkező Nagy Kevint, az óvári támadó tökéletes paszt kapott és az üres kapuba helyezte a labdát. Illés kiszöglete után Horváth Kevin kanyarított középre, ahol Cingráber fejelt mellé. Az 58. percben Durszó előre bombázott labdáját Kocsis nem tudta megjátszani, így az Laki elé került, aki 22 méterről remekül kilőtte a bal alsó sarkot. A második félidő első vendéglehetőségénél Krizsonics lövését hárította Heinrich. Nem sokkal később Holcman lövése került el jócskán az MTE kapuját. A végére még két kisebb soproni lehetőség maradt, de komoly veszélyt ezek sem jelentettek. A 4-0-ás győzelemmel a Krédóbusz Mosonmagyaróvár megtörte a Sopron 8 meccs óta tartó győzelmi szériáját, sőt, Varga László együttese már 7 találkozó óta veretlen, és a legutóbbi 3 bajnokián 16 gólt szerzett, és egyet sem kapott. A csapat a győzelmet az MT 1904 örökös tagjának Turány Imrének ajánlotta, aki jelenleg élete nagymérkőzését vívja a kórházban. Most hallottam egy hírt, hogy az egykori edzőm, akit a Motimnál volt, Turány Imre, beteg és küzdik az egészségével, mielőbbi gyógyulást kívánunk neki. Úgy, minden úgy alakult, ahogy elterveztük. Igazából utána teljes mértékben kivégeztük magunkat, mert olyan lehetőséget adtunk az ellenfélnek, amit a rutinos jó futbolistái ki is használtak. Nagyon szervezett csapat volt a Sopron, erre is készültünk, erre is számítottunk, nagyon agresszívak voltak, de azt gondolom, hogy kellőképpen beleálltunk a mérkőzésbe, és igazából szép gólokat szerezve azt gondolom megérdemelten nyertünk, a másik fél időt valóban egy picit sajnálom, hogy visszavettünk. A Krédóbusz Mosonmagyaróvár november 1-én vasárnap a listavezető 3. kerület otthonában lép pályára.